kívánok mindenkinek. Kapranc, én Nikolát vagyok. Én a munkanaplóval szeretném kezdeni. Az, ugye a diplomunkához készült. Az én diplomunkám egy csomagolással kapcsolatos kiadvány, mely segít elsajátítani a stanc készítés alapjait. Ezáltal pedig segíti az olvasót, hogy új, érdekes, kreatív csomagolásokat tervezzem. A munkanaplom felépítése úgy néz ki, hogy a kutatást a csomagolások területén kezdtem. Nagyon fontosnak tartottam, hogy röviden foglaljam össze a csomagolás történetét, ugye már nagyon sok forrás található ezzel kapcsolatban, de úgy gondoltam, hogy nem szeretném annyira szárazzá tenni, hogy csak a csomagolás történetével foglalkozok, ezért olyan témákat is kerestem, amivel eddig én nem igazán találkoztam, és segíteni tudja a diplomamunkám tökéletesítését. Így találtam rá a csomagolások előállítása, optimalizálása témára, amely boncolgatja, hogy ne csak tervezőgrafikai szempontból gondoljunk egy csomagolásra, hanem például, hogy a kivitelezhetőségét hogyan tudjuk a legjobban megvalósítani, hogy funkcionális legyen, ez azoknak is célszerű és jó legyen, akik ezeket előállítják. Majd kitérek a bioműanyagokra, a biológiai bomló műanyagokra. A különbségeket emelem ki igazából, mert ez is egy nagyon fontos szempont, hogy amikor kiválasztunk egy csomagolásnál egy anyagot, mivel dolgozunk, és a későbbiekben hogyan működik a lebonthatósága. Egy nagyobb részt szántam az új anyagok megjelenésére is. Szerintem a mai világban világba egyre több új anyag jelenik meg, például a gombából előállított csomagolóanyag amely a szállítási csomagolások esetében nagyon hasznos tud lenni, mert kiválthatja a mostani töltőanyagokat. Később kitértem a csomagolás kultúrára a napjainkban. Ebben a témában igazából a csomagolásmentes üzleteket elemzem, hogy milyen szempontból jók és milyen szempontból nem jók az adott termékeknek. Majd kitértem a tipográfiára, ezen belül is a tipográfia használatára a csomagolások szempontjából, de természetesen elkezdtem a tipográfia alaptörténetétől. Majd végül fontosnak tartottam a színpszichológiát megemlíteni, mivel úgy gondolom, hogy egy adott terméknél tudnunk kell, hogy az adott színeknek mi a jelentése, milyen vásárlókat vonzunk be vele, és akarva, akaratlanul egyébként a színek alapján is tudunk dönteni vásárlás során. A, a munkanapló többi részében ugye a diplomamunkának a koncepcióját, a tervezési fázisokat, a felépítést, a nyomdát és a többi pontot elemzem. Pár képet szeretnék mutatni közben a munkanaplomból. Ugye itt például egy új anyagnak szántam ezt a kis ültetőmagocskát, ami nagyon hasznos, mert ezt csak a földbe kell elültetnünk, és maga a csomagolás már a hordozója, és biológiai lebontható tehát teljesen jó a fölnek is, és a terméknek is. Narancshéjból is fejlesztettek itt csomagolást. És akkor a diplomamunkám az inspirációk. Nagyon sok csomagolással kapcsolatos könyvet elolvastam, és megnéztem, hogy mik vannak jelenleg a piacon, amik ezzel a témával foglalkoznak amit észrevettem, hogy egyébként nagyon-nagyon sok könyvet tudunk találni ezzel a témával kapcsolatban, de mindegyik egy kicsit más részt boncolgat. Például, amit ott jobb oldalt láthatunk fent a packaging design a material innovation az pont az anyagokkal kapcsolatos, az nekem abban segített, hogy megismerjem az új anyagokat, és ezt felhasználva tudjam a diplomakönyvemet minél maibbá megírni. A másik, ami jobb oldaltat lent látható, az pedig azt mutatta be nekem, hogy igazából mik a, azok a trendek, amik mennek ezeknél a könyveknél, tehát hogyan ábrázolják a dobozokat jelenleg, a stancokat és egyéb elemeket. A névválasztás az Outside the Box nevet kapta a diplomamunkán. Azért ezt a nevet kapta, mivel úgy gondolom, hogy ez a metafora a Think Outside the Box, nagyon erősen kapcsolódik az én koncepciómhoz, ez John Agadir nevéhez köthető. Neki volt egy 9 pontos játéka, amit különböző meetingek során vetett be az embereknél. A lényege az volt, hogy egy vonallal próbáljuk meg összekötni ezeket a pontokat, és minél több lehetőséget találjunk. Igazából az ő gondolat menetét végigvíve azt, a, azt a, az összefüggés vontam le igazából, hogy uh, igazából ugye nekem is maga a pont a vizuális elemem. Uh, két pont összeköt egy vonalat, ami például a stancoknál egy nagyon fontos elem, és több pont egymás után például a bégelés jele is lehet, és ezáltal szerintem itt nagyon szépen összefutnak a szálak. A, ezekről pedig uh, mindjárt részletesebben is szeretnék beszélni. A diplomamunkám, a koncepcióm igazából a könyvet, a, felépítését öt nagyobb részre vettem. Ugye ez egy csomagolással kapcsolatos útmutató, mely segít elsajátítani a stanc készítés alapjait. Az első részben a csomagolás történetével, céljával ismerkedhetünk meg, Lukács Katóval és Kozma Lajos munkásságával is, fontosnak tartottam őket bemutatni. A második részben a csomagolás típusait foglalom össze példákkal alátámazva, ez azért fontos szerintem, mert hogyha meglátjuk, hogy mik ezek a folyton visszajövő elemek, azáltal mi annál jobban átlátjuk a csomagolás készítést. A következő rész igazából a könyvnek a fő fejezete. Szerettem volna, hogyha a könyvem interaktív lenne, mivel amiket a manapság látok a piacokon, csomagolással kapcsolatos könyveket, nagyon hasonlóak, mindenhol vagy CD mellékletben, vagy pedig csak az oldal mellett találhatóak a stancrajzok, én pedig úgy gondoltam, hogy sokkal inkább a mai világban az interakcióra figyelnek fel az emberek, jobban szeretnek együttműködni valamivel, és ezért kitéphető oldalakat tettem a könyvbe, hogy ezáltal, ahogy olvassa az adott dobozt, megvizsgálja, és azonnal el is készítheti. Én úgy gondolom, hogy a tanulásnak ez egy folyamata, és minél több dobozt elkészítünk, annál inkább kialakul ez a gondolkodásmód, hogy elkezdjünk saját dobozokat készíteni. Mert már látjuk a jól működőket, és leszúrjuk a tanulságokat. Ebben a részben még animációkat is láthatunk, igazából ez is segít vizualizálni a könyvet és az adott dobozokat. A negyedik fejezetben megismerkedhetünk a tervező grafikai szempontokkal, ami a csomagolásunknak az utóéletét segíti. Ugye nagyon fontos az is, hogyha megtervezünk egy dobozt, akkor a későbbiekben ez a piacon hogy fog működni. Tehát hagyni kell helyet, például ugye a szövegnek megfelelő teret, nem mindegy a kialakítása, stb. Az utolsó befejező részben pedig decemberben készítettem egy interjút Britnek Andreával, egy magyarországi csomagolás tervező, és úgy gondoltam, hogy nagyon hasznos lenne, ha a könyvben a saját tapasztalatokat hallhatnak és olvashatnak egy csomagolással foglalkozó hölgytől. Nagyon hasznos volt az interjú, rengeteg új információt hallhattam, amit le is írtam a könyvben. Egyébként szeretném kiemelni, hogy a kutatásaim alapján írtam a könyvet, tehát amit, ami a könyvben szerepel, azt mindent én írtam, kivéve természetesen az utolsó részben a, az interjú az Britnek Andrának a gondolatai és a kiemelt projektek, amik még szerepelnek benne a végén, ott a koncepció leírások szerepelnek, amik az alkotóktól származnak. És igazából a kiadvány célja, hogy népszerű, népszerűsítse a csomagolás tervezést, minél több ö, fiatal grafikust, vagy ebben érdeklődő embert buzdítson arra, hogy igenis merjen saját csomagolást készíteni, hogy minél egyedibb legyen a munkája. Az installációs terv, ugye a kiállításunk nem valósulhatott meg, azonban elkészítettük minimakettekben. Én terveztem egy asztalt a kiállításhoz, mely szerintem nagyon működött volna a való életben, úgymond. Én egy ilyen kisebb boxot szerettem volna létrehozni, még pedig azért, mert ahogy mondja a hogy Think Outside the Box, arra nagyon frappásan én úgy gondoltam, hogy jó lenne, hogy mégis be kell menned egy helyre, és ezáltal neked belül úgymond meg kell szerezned az információkat, és a külvilágban alkalmazni. Szerintem ez nagyon szépen erősíti a koncepciót. Igazából ilyen lapokban gondolkoztam, hogy össze lehetne állítani így nézett ki, ugye belül az, a csomagolás a könyvben található illusztrációk szerepelnek, és ezeket láthatják körbe. El is készült a makettem. Ezzel kis minibe, így nézett volna ki. Itt látható, hogy mi mekkora lett volna. És akkor az elkészült kiadvány. A mérete 31,5 cm magas és 25 cm széles, lesz 192 oldal Terjedelmű. sajnos egyébként nagyobbra terveztük a könyvet, azonban a nyomdai lehetőségek most lekorlátoztak, viszont a későbbiekben szeretném ezt nagyobban is megvalósítani, azért, mivel a dobozoknak minél nagyobb hely szükséges, hogy ne kicsibe kelljen dolgozni velük. Az illusztrációk kialakulása észrevettem, hogy alapjáraton egyszerű illusztrációkat alkalmaznak ilyesféléket a az ilyenfajta könyvekben úgy gondoltuk, hogy egy kicsit fiatalosabbá kéne tenni, és ezáltal a könyvben található színeket felhasználva lett ez a végső megoldás. Az elválasztó oldalak, itt szerettünk, szerettem volna egy kicsit játszani a tipográfiával, és izgalmassá szerettem volna tenni ezeket, így módon alakultak. Itt is próbáltam, hogy a dobozoknak azért visszajön ez a hajlítás, a munkafolyamatok így visszatérjenek. A belévek, ezek ugye az elkészült belévekből pár kép. Igazából innen kezdődik az interaktív rész. Itt van egy kicsi használati útmutató, hogy hogyan, hogyan is kezdjenek neki az olvasók, és a jobb oldalától indul a kitéphetőség tipográfiából egy rész, inspirációk, inspiratív kreatívokat is ugye felsorakoztatok a könyvben, és az elkészült kiadványról a képek. Úgy gondoltam, hogy a könyvnek, mivel alapját a csomagolásról szól, nem ártana egy ilyen, neki is egy csomagolás, hogy meglegyen a vásárlói élmény, amikor kinyitjuk, hogy hú, akkor most mi rejtőzik benne, és kelljen vele dolgozni, ezért egy ilyen fehér csomagolást kapott, és az olvasó így tudja így tud hozzáférni a könyvhöz. Igen, és akkor pár képet mutatnék. Itt a Tartalom Ugye cég. Itt Lukács Katóval kapcsolatban olvashatóak információk. Egy kicsit sárgásabb lapot választottunk, mert szerintem nagyon szépen megy egyébként a kiadványhoz főleg, hogy mivel ugye a barna oldal, aki szerepelnek benne, hát sajnálom, hogy élőben nem lehet most megtekinteni, de egyébként szerintem egy nagyon jó hangulatú könyv lett. Kozmalajos Lajos munkásságát is bemutatom. Három hasábos elrendezést használtam egyébként. És akkor itt pedig a doboz részek láthatóak. Mindenhol tartalmaz egy kicsi szöveget, és igazából mellette most még csak a látható stanc van. Ez azért van mellette, hogyha valaki esetleg a későbbiekben el szeretné készíteni, akkor legyen rá lehetősége. Mindegyiknek próbáltam egy kicsit ilyen viccesebb nevet, frappánsabb nevet adni, hogy ezzel is inkább a játékosságra hívja fel a figyelmet, és az olvasó ne azt érezze, hogy neki kötelező megcsinálni, hanem ezzel is próbáltam kicsit oldani ezt a munkajelleget. És akkor itt szerepelnek a kitéphető oldalak, perforációval lettek megoldva. Itt pár képet láthatunk. Nyomdai fogalmakat is beleraktam a könyvbe, hogy minél jobban értsék, hogyha esetleg például leadnak nyomdába dolgokat, akkor minek mi a menete, igazából mit jelent, tehát hogy mindenki tisztelve legyen vele emelé és készítettem kisebb illusztrációt, és akkor már is mutatom a könyvnek a kisebb interaktív részét. Itt is látszik egyébként szerintem a lapnak a színe nagyon szépen, és talán átjön a, a tapintásra, de hát sajnos nem igazán a kiemelt projektek. Ezából azért tartottam fontosnak, hogy tegyek bele kiemelt projekteket, mert azáltal, hogy látunk sikeres csomagolásokat, amiket diákok vagy pedig egyéb cégek alkottak, azáltal mi is szerintem inspirálódunk, és segíti azt, hogy tényleg beinduljon egy kreatív folyamat. Próbáltam minél különlegesebbeket, ez például náccukorból készült ez a doboz. Alapszetteket tartalmaz, embereknek ez egy megvalósult projekt volt egyébként. Tehát nem csak, hogy tudatos, de praktikus is. És akkor a könyvet, a könyvnek az interakciója igazából ilyen módon lehet kitépni, majd pedig neki az adott dobozok elkészítésének. Ugye a szükséges eszközt le is írom a könyvben, hogy ugye igazából egy vonalzó is, egy és egy papírragasztó más egyébre nincs szüksége az olvasónak. Igazából meg is nézheti, amiközben ugye készíti, hogy jó, akkor ez most így nézett ki, ennek kéne kijönnie. És igazából így nagyon jól el lehet játszani a könyvvel és együtt dolgozni vele. És ugye, amit mondtam, hogy segíti még, hogy nem csak a grafikákban láthatják, hanem mellette még Telefonnal is beolvasható, és látható, hogy összehajlik például egy adott csomagolás, ezzel is segítve, hogy, hogy ne vesztenek el a hajtogatásban igazából. Plusz még gondoltam, hogy így a fiataloknak a figyelmét is jobban fel lehet hívni. Igazából még egyszer a mérete, hogy mekkora. Készítettem kis minimatricákat hozzá. És egy olyan kampányt, úgymond kampányt gondoltam ki neki, hogy lehetne ilyen workshopokat tartani, amikor közösen készíthetünk dobozokat, megoszthatjuk a tapasztalatokat, és együtt gondolkodva, úgymond egy brainstorming keretei belül kreálhatunk újakat. A portfólióm, ugye nekem is az elmúlt három év munkáit tartalmazza. Volt ugye például ez a könyv, amikor illusztrálnunk kellett. Én jobban szeretek egyébként írva illusztrálni, mert uh, jobban szeretek. <laughs> Ez egy izográf kiadvány volt. Ez egy kampány sorozat volt, ami az alfa generációval volt kapcsolatos. Ez egy ékrémcsomagolás. Én itt egyéb plakátokat is felsorakoztatok, amiket például a Tipu készítettem. arcolattal is ugye foglalkoztunk, szerintem nagyon sok témát boncolgattunk az elmúlt három évbe, úgyhogy nagyon szépen változatos munkákat tudtunk beletenni a portfólióba. És a Behance Instagram oldalam.